Több ezren vonultak fel Prágában szerdán, hogy az 1968-as prágai tavasz leverésére és az egy évvel későbbi kormányellenes demonstrációkra emlékezzenek. Az 1969-es tömegtüntetéseket az államhatalom erőszakkal verte szét. A fellépés során 5 ember meghalt és sokan megsebesültek. Az áldozatokra koszorúzással és egy performanszal emlékeztek a Vencel téren. A tüntetők a ceremónia után a prágai kastélyba vonultak, hogy a jelenlegi politikai vezetés ellen tiltakozzanak. A demonstrációt a Millió pillanat a demokráciáért nevű csoport szervezte, amely júniusban 4,5 millió embert mozgósított egy tüntetésen. A jelenlegi elnök Milos Zeman bírálói szerint aláássa a bíróságok függetlenségét, erőszakosan átalakítja az alkotmányt, és Oroszország, valamint Kína érdekeit képviseli. A miniszterelnököt, Andrej Babist pedig az EU-s pénzek hűtlen kezelésével vádolják. A Szovjetunió vezette Varsói szerződés 5 tagállamának hadserege 1968. augusztus 21-én rohant el Csehszlovákiát, hogy véget vessenek a prágai tavaszként ismert politikai és gazdasági reform folyamatnak, amelyet Moszkva veszélyesnek minősített. Csehszlovákiában 1989. novemberében kezdődött az úgynevezett bársonyos forradalom, amelynek során a hatalmat Csehszlovákia kommunista pártja viszonylag békés keretek között átadta az emberjogi mozgalomnak.